Kedves hallgatók, folytatva az ókori koszmoszképről szóló előadásokat, a következőben a Föld alakjáról és mozgásáról szeretnék beszélni. Ugye a legősibb kép a, a Földről, hogy a Föld lapos, és valamik tartják. Itt van például, azt hiszem ez egy indiai eredetű gondolat, de modern rajzolatban, hogy ö, itt van a lapos föld, elefántok tartják, azok ö, egy teknős hátán vannak, a teknős pedig az én nem tudom, az világóceánban úszik. Na az meg, hogy az min van, azt már ne kérdezzék, azt nem tudom. Szóval minden esetre sokáig az volt az elképzelés, hogy a föld lapos és valamik tartják. Hát igen, ezen nevetni szoktunk manapság, sőt, a butaság szimbólumának vesszük azt, hogy ja, mert szerinted a föld lapos. Ugye eh, annak ellenére, hogy azért vannak emberek, akik a, a földet eh, laposnak gondolják, még mindig van néhány eh, budjant lapos földhívő. Na de, hogy kicsit megvédjem az ókori lapos földhívőket, nem a moderneket, az ókorban, ha belegondolunk, mondjuk egy görög tudós számára, aki Akár utazóktól is a legtávolabbi információ, amit be tudott szerezni, az legfeljebb néhány ezer kilométerről ö, volt. Néhány ezer kilométeres skálán a föld lapos, valóban. Legfeljebb egy kicsit domborodik, nézzük csak. Itt van például Anaximandrosz világtérképe időszámításunk előtt 550 környékéről. Itt láthatjuk, ugye itt a itt vannak a görög városállamok ezen a területen, itt láthatjuk a, az olasz csizmát, hát a mai olasz csizmát, magyarán, ma, magyarán, ugye a mediterráneum van részletesen föltérképezve, szóval látszik, hogy a nírus valahonnan a semmiből folyik ezen a térképen, meg itt van a fekete tenger, aztán szóval itt van Európa, Ázsia és Líbia, így osztották fel a területet, aztán ennyi. Ha ezt a területet egy mai földgömbön bejelöljük, kb. ezt kapjuk, és ez jóval kisebb, mint a földgombnek a területe, tehát ha tényleg kimetszenénk ezt, akkor az tényleg nem egy gömb lenne, hanem egy enyhén domborodó felület. Tehát a lapos föld az nem rossz közelítés, ha csak néhány száz vagy pár ezer kilométeres távolságról beszélünk ugye a föld átmérője 12.600 km. De már az ókorban is felvetődött, hogy a föld az gömb alakú, Dokumentáltan először ezt a Pitagóreusok, akiről már sokat hallottunk, akikről már sokat hallottunk, mondták, hogy a Föld az gömb alakú lenne. Miért mondták ezt? Egyrészt, mert szerették a szimmetrikus alakzatokat, és úgy gondolták, hogy Hát ha a világ szép, akkor ö, tele kell lenni, ilyen gömbbel és körrel, így a föld gömb alakjában is szerettek hinni. Na persze nem csak ilyen szerettem hinni gondolat volt ebben, hanem az is benne volt, hogy távolodó hajókat figyeltek meg, és azt vették észre, hogyha nyugodt a tenger, akkor ahogy távolodik a hajó, figyeljük csak ezt az ábrát. Itt van egy torony, ennek a toronynak a tetejéből valaki nézi a tengeren távolodó hajót, ahogy távolodik a hajó, eleinte az egész hajótest látszik, de aztán, amikor elment már ilyen 10-20-30 kilométernyire, akkor egyszer csak a vitorlája látszik, de a hajótest már nem kezd látszani, és végül bekövetkezik az az állapot, hogy csak a csúcsából látszik egy kevéske, aztán egyáltalán nem látszik a toronyból, pedig ö, a látótávolság az tiszta időben megengedné elvileg, hogy látszódjon ez. Nos, helyesen következtettek a pitagóreusok arra, hogy ez azért van, mert a tenger az nem sík, hanem görbült, és ezt különböző irányokba menő hajóknál is egyformán figyelték meg, amiből azra következtettek, hogy nem henger, hanem minden irányba egyformán görbülő alakzat a felszín, és hát az összevágott az ő tökéletes alakjukról tudottakkal, és ezért azt mondták, hogy a föld az gömb alakú. De egy kicsit később a pitagóreusoknál, de még messze az ókorban, ennek a feljegyzése az időszámításunk előtt harmadik századból van. A görögök azt is fölvetették, hogy holdfogyatkozáskor a föld árnyék a holdon mindig kör alakú. És a görögök megfejtették, hogy a holdfogyatkozást az okozza, hogy a föld árnyéka vetül olyankor a holdra. És nézzük csak, ez egy ilyen fotomontázs a holdfogyatkozás hét különböző fázisából, mondjuk kipécézzük ezt a fázist. Ez itt a föld árnyéka, ezt képzeletben, ha akarjuk, kiegészíthetjük egy nagy körré, olyan ennek az árnyéknak a széle. A föld árnyéka Holdon mindig egy körnek egy darabja volt, azért nem a teljes, mert ugye a Hold kisebb, mint a Föld, tehát nem fért rá a föld árnyéka, de akármikor is nézték a holdfogyatkozást, mindig kördarabot kaptak, és már pedig csak a körnek, csak a gömbnek van olyan tulajdonság, hogy minden vetülete mindig kör alakú. A föld gömb alakú. Ezt, egé ezt az ókori görögök egészen biztosra vették. Annyira biztos, hogy megismérték a méretét. Az egyik leghíresebb földkerületmérés, Eratosztenész nevéhez fűződik aki a következőt vette észre, illetve utazók beszámolóiból tudta, és aztán utána ez alapján tervezte a mérést. Tudta az, hogy Alexandriában a nyári napforduló idején a nap egyenesen lesüt a legmélyebb kút aljára is. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a nyári napforduló idején a nap pontosan merőlegesen süt a felszére Alexandriába. De ugyanekkor az egyik görög városban, Szénében nem, süt le, nem sütött le a nap a kutaknak az aljára. Nos, gondolta eratostenész, hogy ez nyilvánvalóan a föld görbültségének a hatása, és ebből az ábrából a jobboldali ábrát egyszerűsítette ki. Azt mondta, hogy tehát, hogyha a nyári napfordul idején megmérjük, hogy szénében a helyi függőleges és a nap iránya mekkora szöget zár be, ezt ugye egy egyszerű szögmérővel, meg egy árnyékvető pálcával meg lehetett mérni, megmérjük ezt az alfaszöget, ami itt van, ugyanez az alfaszög található ott is, minthogyha a Föld középpontjából nézve, néznénk az Alexandria Sieni vonalra, és akkor figyelem, csalok, ez a mai jelöléssel írok egy ilyen képletet, hogy a mai hallgatóság könnyen megértse ezt a dolgot. Ugye a kerület a Földnek, a K, az a H-nak, ugye a H a távolság a két város között, és a 360 fok per alfának a hányadosának a szorzata. Uh, ahányad rész az alfa a teljes körből, uh, annyad része a föld kerületének a két városnak a távolsága. Nos, uh, ezt megismételt, ezt elvégezte el a Szenész ezt a mérést, és mai egységekre átváltva kb. 40 ezer kilométert kapott, ami a valódi értéknek felel meg. Nyilván nem kilométerben, hanem az ő egységükbe fejezte ki, de egész jól megkapta a valódi értékét. Legalább 6 görög földkerületmérésről tudunk az ókorból, és mindegyik 30-40 ezer kilométer közötti értéket kapott, ami, ami nagyságrendileg helyes. Egy sajnálatos körülmény, hogy Ptolemaiosz, akiről majd még beszélünk a, a mai előadások során, 30.000 kilométeres értéket kapott időszámításunk szerint 150-ben, és ez az 30.000 kilométeres érték öröklődött át a középkorra, és emiatt hitte Kolumbusz, hogy nincs is olyan messzire, hogyha elindul, nyugat fele, hogy elérkezzen Indiába. Ugye 10.000 kilométerrel kisebb ez az érték, mint a valódi földkerület, tehát azt hitt, hogy tízezer kilométerre kevesebbet kell megtenni. Dupla zárójel, egyesek vitatják, és azt mondják, hogy Kolumbusz volt csak azért mondta, hogy Indiát keresné meg, mert hogy így tudott pénzt kapni a hajóinak a felszerelésére és a legénység fizetésére, és valójában ő tudta, hogy egy új földrész van ott, ezt nem tudom, megmondani, nem tudom eldönteni, hogy kinek van igaza ebben a kérdésben, de az biztos, hogy Kolumbusz érvként fölhasználta a, arra, hogy kimutassa, hogy az útja lehetséges, hogy ó, de hát ez csak 30 ezer kilométer, tehát egy kicsit többet kell hajózni nyugat fele, mint amit amúgy már megtettünk más irányokba, és eljuthatunk Indiába. Az biztos, hogy használta ezt az értéket. Ne feledjük el azonban, akármennyire is hitték az ókorban, hogy a földgömb alakú, a direkt bizonyíték még hiányzott. Nem hajózta senki körbe a földet. Miért? Nagyon egyszerű, nem voltak elég nagyok a hajók. A nagy viharokat nem bírták volna, meg nem tudtak annyi élelmet, meg ivóvizet föltenni rájuk, hogy lehetőség legyen erre rá. Lehetőség legyen erre. Nos, a föld gömb alakja, tehát egészen bizonyos volt az ókori emberek számára. Mit gondoltak a föld ö, mozgásáról, leginkább most a forgásáról beszélek, és majd a következő részben a napkörüli keringéséről. Ha föld gömb alakú, akkor nem támasztják alá teknősök meg elefántok, tehát mm, nyugodtan foroghatna, tehát elvileg akár foroghatna is a ö, föld föl is vetették el a forgásnak a gondolatát az ókorban, mert így nem a sok kis égítest, nem a sok égítest az egész kozmosz forog a föld körül, hanem a kicsi, foly, kicsi föld forog. Mondjuk ezt mai ésszel, De az ókorban azért nagyon sok mindent nem tudtak, vagy máshogy tudtak, mint manapság, és végül is elvetették az ókorban, a Föld forgásának a gondolatát. Három fő érvük volt erre. Az első. Nem érződik a Föld forgásának a hatása. Ez nem csak valami nagyon egyszerű dolog volt, hogy hú, hát miért nem érzem, miért nem szédülök el, ha forog a Föld. Ugye említettem, hogy ismerték a Földnek a méreteit, és utána tudta gondolni, hogyha ez 24 óra alatt megfordulna a Föld a tengelye körül, az elképesztően nagy sebességet e, jelentene. Hiszen e, mai egységekkel nézve az egyenlítő egy pontja 24 óra alatt 40 ezer kilométert megtesz. Jó, Görögország nem az egyenlítőn van, hanem azért egy kicsit kevesebbet tesznek meg mondjuk Görögország pontjai 24 óra alatt, de ez még akkor is a leggyorsabb nyilvesszejüknél is nagyságrendekkel nagyobb sebesség volt. Teljesen hihetetlen volt, hogy ezt az óriási sebességet ne éreznénk valami módon. Például nem fújna az ellenkező irányba a szél. Aztán a másik érv a föld forgás ellen az, az volt, hogy az ókori ember számára úgy tűnt, hogy a föld minden másnál nagyobb. Ezt majd a következő videóban a az égitestek pályáit, az égitestek mozgását, de az volt az ókori elképzelés, hogy a hold és a nap az KB 5-10, legfeljebb 20 földát mérőnyre van a földtől. Na de, ha ilyen távolságban vannak, akkor nem lehetnek sokkal nagy, akkor biztos, hogy kisebbek, mint a föld mivel azt le tudták mérni, hogy a hold és a nap kb. fél fokos szögátmérőjének tűnik, és ha tényleg csak 10-20 föld vannak ezek, akkor kijön, hogy a nap és a hold is jóval kisebb, mint a föld. Hát a bolygók meg a csillagok azok pontszerűnek látszanak, tehát nyilván sokkal kisebbek, mint a föld, legfeljebb néhány kilométeresek. Tehát az ókori elképzelés szerint, hogyha egy kupacba gyúrtuk volna az összes e, égitestnek a térfogatát, sokkal kisebbet kaptunk volna, mint a föld térfogata, így már nem tűnik akkora hülyeségnek, e, hogy a föld az középen áll, ő a legnagyobb az egész mindenségben, és ezek az égitestek csak kis e, potyadékok, amik e, keringenek a föld körül, és Logikus, hogy az egészből a legnagyobb valami a föld az nyugodjon a közepén a mindenségnek. Ráadásul azt is végiggondolták az ókoriak, hogy a föld forgása nem magyarázna meg mindent. Hiszen bemutattam az előző videóban, hogy más a látszólagos periódusa a napnak, a holdnak, a bolygóknak, az állócsillagoknak, tehát például két napkelte között vagy két holdkelte között nem ugyanaz a, az idő telik el, és két csillagkelte között se. Akkor most melyik lenne a föld forgásának a periódus ideje mindezek közül? Mert ha beállítjuk a naphoz, akkor is kell a holdnak meg a csillagoknak keringést tulajdonítani. Tehát első pillanatban a föld forgásának a feltételezése nem magyaráz meg olyan nagyon sok mindent, az ókori ember, ezek miatt azt mondta, hogy az a valószínű, hogy a Föld a világ mindenség mozdíthatatlan középpontja. Látjuk, hogy erre logikus érvek vezettek, nem valami butaság, ez felelt meg az akkori megfigyelési, mérési ismereteknek. Köszönöm a figyelmet, az égitestek mozgásával folytatjuk.